a közelmúltat beárnyékolták Hollywood alkalmazottjainak sztrájkja, és az a az esemény sor, amely a mesterséges intelligencia miatti aggodalmak által keletkeztek. Köszöntjük Dudás Viktor filmszakértőt a stúdióban. Jó reggelt! Kellős ünnepeket! Még mielőtt erre térnénk, hogy mi aggasztja a hollywoodiakat, mert most ugye mondjuk van egy örömteli fejlemény, hogy véget ért a sztrájk egy megállapodással. Azelőtt tekintsük át, hogy a Netflixen az elmúlt időszakban milyen filmek mentek leginkább, melyek számítottak a nézők érdeklődésére? Hát a sorozatok azok, amelyek viszik a prímet, de szerintem konszenzusosan kiemelni egy sorozatot bármelyik szolgáltatóról vagy filmet nagyon-nagyon nehéz. Tehát a piacvezető Netflix az több mint 18 ezer különböző tartalmat kínál, az Amazon 20 ezernél is többet, tehát elképesztő, hogy micsoda dömping van a piacon. Gyakorlatilag tényleg bárki, aki a legszélsőségesebb tartalmakat keresi, tulajdonképpen az is meg tudja találni azt, ami neki leginkább tetszik, vagy tetszhet a szolgáltatóktól. Az nagyobb probléma, hogy mondjuk például ezeket megtalálni, hogyan és miként lehet, de hát azért az algoritmusok is, ugye itt a mesterséges intelligenciával elég erőteljesen közrejátszik, hogyha valaki valamilyen irányba elindul, akkor az algoritmus megsejtve azt, hogy ő tulajdonképpen mit kereshet, elkezd ahhoz hasonló tartalmakat feladni. Tehát az a fajta nagy konszenzusos rajongás, mint ami például a Jó barátokat, vagy mondjuk az Agymenőket jellemezte ugye még a televíziós időkből, azért azok nehezen érhetők tetten a kábelszolgáltatóknál. Talán az idei évben a korona lesz ilyen, amelyik ilyen nagyon-nagyon mindenki számára egyértelműen ott van a fülekben, és szeretjük. A tavalyi évből meg a Wednesday az, ami sok mindenki számára, főleg a fiatalok számára nagyon-nagyon kedves. Miért van az, hogy mindezek ellenére a Netflix csak most hozott nyilvánosságra nézettségi adatokat? Ez többé-kevésbé piaci érdek is. Hát nyilvánvalóan a sztrájknak az egyik fontos alapköve volt az a forgatókönyvírók és a színészek részéről is, hogy a streaming szolgáltatók ugye nem hozták nyilvánosságra a nézettségi adataikat. Olyan adatokat hoztak nyilvánosságra, hogy adott országban, adott térségben ez a top 10, de hogy az a top 10 ez mekkora elérést jelent, hogy hányan nézték és hogy mennyi ideig nézték ezeket a filmeket, ezeket nem tudjuk. Hát ugye a világ film művészetének és filmiparának egy fontos fokmérője a nézőszám, tehát a box office adatokat, azokat ugye a magyar mozikról is tudjuk, a világviszonylatról meg még pontosabban, mint a magyar adatok, tehát azért ez a szakmának egy fontos visszajelzés, és hát ebből tulajdonképpen önkényesen kivonták magukat a kábelszolgáltatók, de hát most a sztrájknak az egyik fontos alapköveként ez belekerült a, úgymond a szakszervezeti megállapodásokba az Egyesült Államokban, úgyhogy tulajdonképpen a Next ezért fette fel a nézettségi adatait. És ennek ugye ezt órában számolják. Igen, ami egy kicsit olyan furcsa, mert az, hogy most valakik hány órát töltöttek összesen egy adott sorozat vagy egy adott film nézésével, abból nem derül ki, hogy hányan nézték tulajdonképpen végig. Vannak erre vonatkozólag más problémák is, de szóval ahány ház, annyi szokás. Jó, azt látjuk az ismerősi körben, hogy családokat mit napokra elvesztünk egy-egy sorozat miatt, és nehéz mondjuk 11-en kiállni egy bajnoki mérkőzésre, de lehet, hogy ez mások miatt van. De hogy nyilván az, hogy van egy sikere ezeknek a szolgáltatóknak, az nyilván az aggodalmakat kiváltotta a Hollywoodban, de nem csak ez, hanem. Mire gondolsz pontosan? Hát, hogy miért kezdtek el Hollywoodban sztrájkba lépni? Hát a mesterséges intelligencia térnyerése miatt, mert ugye hát a forgatókönyvírók számára egy komoly konkurenciát jelent a mesterséges intelligencia, de ugyanez mondhat el a színészekről is, és itt most nyilván nem a Brad Pitt, Meryl Streep, Julia Roberts kategóriájú színészekről beszélünk, hanem ugye a színész szakszervezet egyéb olyan tagjairól, akik mondjuk mellékszereplők, vagy statiszták, vagy háttérszereplők, mert például a mesterséges intelligencia már arra is képes, hogy mondjuk egyszer valaki megjelenik egy ilyen castingon, ott készítenek vele néhány ruhában jobbról-balról vigyorgós, mosolygós, támadós jeleneteket, és utána ezt élete végéig felhasználhatják úgy, hogy gyakorlatilag a ruháját, de még a fizimiskáját is ki tudják cserélni, csupán csak az arcának vagy a mimikájának egy részét tartják meg ebből a felvételből, és hát nyilvánvalóan ez mondjuk
mondjuk a statisztáknak, akik mondjuk ebből élnek, hogy egyes filmekben elmennek és tevékenykednek, az nem egy életbiztosítás, de azt is hozzá érdemes tenni, hogy ugye ez tulajdonképpen nem minden produkciónak a sajátja, tehát mondjuk ezek a nagy, több százmillió dollárból készült produkciók azok képesek lehetnek arra, hogy mondjuk ilyen footage-okat kifizessenek, de mondjuk egy kisebb kamaradráma, ahol mondjuk a két főszereplő egy bárban beszélget például, akkor oda nem feltétlenül éri meg kompjútergenerált közönséget szervezni a bárba például. Ennek a méregfogát az a megállapodás, hogyha a színésznek a digitális másolatát használják, akkor is ugyanolyan fizetést kap, mintha ő lenne ott. Kihúzta a méregfogát ezzel? Részben igen. De a folyamat sajnos megállíthatatlan. Tehát, hogyha most belegondolunk abba, hogy mondjuk a Gyűrű korában micsoda hatalmas sztori volt, hogy az ork hadsereget számítógép generálta, és csupán néhány statisztával beérték ahhoz képest, amit mondjuk mi a Vásznon láttunk, és ugye azóta hány év telt, és a mesterséges intelligencia mennyire dinamikusan fejlődik. Jelen pillanatban óvatos becslés, csak azt mondják, hogy körülbelül ilyen 2 év múlva a mesterséges intelligencia kompletten meg fog tudni alkotni egy 90 perces nagyjátékfilmet, gyakorlatilag minimális emberi segítséggel már. Tehát azért mondom, hogy itt óriási dilemma is van, mert ugye jelen pillanatban, ha azt veszük alapul, a fogyasztói szokások azok azt indukálják, hogy a művész érték az egyre kevésbé fontos a filmek tekintetében. Tehát ma a média tartalom az elsődleges célja a befogadóban az elfogyasztása által okozott kielégülés érzése. Tehát nem feltétlenül az érdekel minket, hogy mondjuk valami annyira mívesen legyen megcsinálva, mint például mondjuk a Korona, vagy ezek a nagyon presztízs sorozatok, hanem hogy jaj, mi a következő rész, gyorsan tudni akarom, mert valamilyen módon kötődöm a szereplőhöz, a sorozatra rákattantam, és akkor az első évad nagyon tetszett, és utána a következő évadot már szeretném minél hamarabb látni, ott már nem feltétlenül az a gond, hogy nagyon mívesen legyen elkészítve. Lezárásképpen most lesz Golden Globe januárban, ugye márciusban az Oscar. Igen. Mi várható? Hát érdekes, mert ugye a Barbenheimer jelenség az nagyon erőteljesen tematizálja a mozikat, ugye Martin Scorsese Megfojtott Virágok című filmje is ott van az élmezőnyben, de van nagyon sok olyan kis film, mint például az Előző életek Celine Songnak a filmje, ami egy nagyon minimál költségvetésű, de mégis nagyon-nagyon szívhez szóló film. Nekem meg mondjuk az elmúlt évből az Éjjel a harca legendáira, mert ez egyik kedvenc filmem, tehát most még egy előre a találgatások korszakát éljük. És a legfontosabb premierek jövő évre? Mi az, amit mondjuk te vársz a legjobban? Én a Dűnét várom nagyon-nagyon, mert ugye az már novemberben kellett volna, hogy jöjjön, de hát azért lesz egy-két érdekes film, például a Deadpoolt, és nagyon sokan várjuk. Érdekes, hogy Marvel filmek, amelyek ugye egész eddig az elmúlt 10 évben tematizálták a mozit, azok most egy picit háttérbe szorultak. Hát ebben benne van az, hogy a Disney hajóját most egy új irányba kell terelni, de hát majd meglátjuk, lesznek érdekes filmek, és szerencsére magyar filmek. Itt a 101. évben a Disney hajója másfelé megy. Igen. Igen. Köszönjük szépen. Én is köszönöm.